Azért tetszik Kárpát, hogy instant festmények, mert színes és absztrakt. Miért tetszik, hogy nincs Aniki festménye, mert nem tudok vele mit kezdeni, első látás. Azért tetszik Kárpát-hegyi István festménye, mert szépek a színek. Azért tetszik Baranci Melinda munkája, mert ellenérzést váltott ki belőle. Azért tetszik Barályi festménye, hogy felkeltette az érdeklődésemet a kép alján lévő két lyuk, és valószínűleg nem ilyen rejtélyt hordoz. Azért tetszik Mihuca Niki festménye, mert elsősorban a formája, tehát az első benyomás, mint látvány megfog, és arra biztat, hogy megpróbáljam megfejteni, míg hogyha nem is fogom megtalálni a konkrét jelentését, a tiszta jelentését, amit a szemlélő fel tud fedezni, de lehet, hogy mégis fog valamit fedezni benne. És például a kosar, vagy a két fej, tehát lehet, hogy egyből nem konszervnek gondolom, vagy pohárnak, de azt lehet, hogy egyre megy. Azért tetszik Koronci Melinda munkája, mert elég meghökkentő, hogy megfogja a tekintetet és kíváncsivá tesz. Azért tetszik Koronci Melinda munkája, mert világosan látszik, hogy amit szeretett volna csinálni, azt megcsinálta, tehát hogy át is jön a néző felé ez a szándék. A kivitelezése pedig teljesen egyértelmű, mondhatni, hogy professzionálisan megcsinálni. Azért tetszik Kárpát Hegyi István, a műve. Hát a színek, meg a kivitelezés szép. Mihuca Niki festménye, mert többféleképpen értelmezhető a mű. Most inkább tehát a kompozíció az nagyon szépen megvan oldva, ezekkel a kis sárgákkal rögtön telítettél tudja tenni a két bal oldalát. Külön kiemelném, hogy ezen a két konzervdobozon egy kis vorhoktalás is van, de maga a kifejezés, ahogy a figura néz, föltetezem a nackép, valamiféle ilyen vágyakozás, ártatlanság, stb. Valamint egy ilyen bevásárló kosár, biztos van valami utalás a fogyasztói társadalomra is. Azért tetszik Barna Niki festménye, mert valamiért belterjes, és erről nem kötelező beszélni. Azért tetszik Baranci Melinda munkája, mert olyan biológiai és szerelmes. Azért tetszik Baranci Melinda munkája, mert pont annyira bizarr első ránézésre, mint kedvelem a művészet bizarrát. Azért tetszik Kárpát-hegyi István festménye, mert felidézi Takács István csendületét, és ezt a tokai, illetve kelet-magyarországi életérzést. Hát néhány szót szeretnék arról szólni, hogy mit jelentett, vagy mit jelent az iskola például nekem, aki nem jártam iskolába, legalábbis képzőművészeti iskolában nem jártam, de nagyon jól tudom, hogy ezt az iskolát, amikor ide jártam, szembesítettem az Ady Endre kollégiumba, és ebbe az épületbe jártam szakkörre Kishonti Jenőhöz, és ez a hatalmas nagy liceum épülete, ez engem mindig elborzasztott, de vonzott is, de valahogy soha nem mertem oda betenni a lábamat. Most se teszem, mert ugye fönt vagyunk a lehetőségünkben. Viszont tudom azt, hogy olyan nagyszerű művészeket adott a képzőművészeti kultúrának, mint például Földi Péter vagy Tülk Péter, nem tudom, hogy ki ismeri, ki nem, nagyszerű kiállítása volt a Kiscelli Múzeumban két évvel ezelőtt, azért mondom, mert tényleg emlékezetes, valamint most a Műcsarnokban is lesz egy munkája, a Naliban című kiállításon. Tehát biztos vagyok benne, hogy számukra azért az iskolának a szelleme, a szellemisége, bárki volt itt
és akkor mondjuk a tanszékvezető, vagy rektor, vagy esetleg a rajztanár, az mégis nagyon sokat jelentett, hiszen egy olyan döntést adott a számomra, amivel aztán később tudtak mit kezdeni. Nem jelenti ez azt természetesen, hiszen a művészeti életben nagyon jól tudjuk, hogy sok művész, aki akár világhírű lett is, hiszen az avantgardban rengeteg van ilyen, említettek azok a művészek, akik különböző szabad iskolákba végeztek esetleg, vagy még ott se, illetve Csontvári mondjuk Münchenbe járt, de nem tartotta magát akadémistának soha, vagy említették nagyon sokat. Lényeg az, hogy valamilyen úton, módon a tudást ezt mégis fel kellett szedni magukra, mert mindegyik érezte, hogy az a váltás, ami az életükben bekövetkezett, értve minden ember életében, az nem volt elég ahhoz leküzdeni, hogy új alapokra helyezze azt a tudást, ami tulajdonképpen minden emberben benne van. Talán ennyit mondjuk így az iskoláról, és most van ez a jelenség, hogy itt négy ember összeállt. Én tulajdonképpen meglepődtem első pillanatra, hogy milyen alapokon, mert nem nagyon tudom, hogy barátok-e egyébként mondjuk úgy az iskolában, vagy a civil életben, tehát ezt nem követtem. Most terült ki számomra egyébként egy csomó közös vonás, ami miatt mondjuk ők mégis úgy döntöttek, hogy kis csoportosból nagy csoportosok lesznek, mert egy kis csoport, négyen vannak, és nagyon izgalmas anyagot hoztak össze. Én ismertem ezek között már olyan munkákat, ugye akár a kiteregetésről, akár már talán kiállításon is szerepelt az a munka, amikről már volt benyomásom, viszont itt együtt nagyon fontos ez, hogy együtt látni mindenkitől egy kicsit rendszerezett anyagot, ez egészen más, egészen más. Ők úgy döntöttek, hogy most szinte így a diplomaszerzéssel egy időben nyitnak egy kiállítást az anyagukból, és ezzel én úgy vélem, hogy szimbolikusan valamit ledobtak, és valamit viszont felvettek, ami majd egy új és következő korszakot jelent a számunkra, hiszen ettől az iskolától lehet, hogy rosszul jön ki, de mégiscsak azt kell mondjam, hogy meg kell valahogy szabadulni, hiszen vannak a sok pozitívummal együtt negatívumai is, amit mindenki sejt, hogy mondjuk mire gondolok. Ugyanakkor minden egyes ember hordozza a saját csapdáit is, aminek esetleg hosszabb, rövidebb ideig rabja lehet, vagy rabjával válik. Ez mondjuk a mi esetünkben lehet egy módornak a fölvétele, vagy egy stílusnak nevezett felszínes megjelenítés is. Most akkor ezt egy picit fejjelben menem. Tehát szinte mindenki munkáival találkoztam, Kárpát-hegyi István Néval is a kitelegetéseken, de most olyan tárolásban van, bár őszintén megmondom, hogy az installáció nekem nem nagyon tetszik, azt valahogy ez a terem nem a legmegfelelőbb ennek a nagyszerű anyagnak a tárolására, tehát nem lehet tenni az van, ami van. Tehát de mégis így együtt a képek sokkal erősebbek, és természetesen ünnepélyesebbek is, mint mondjuk egy ilyen kiragasztásos megoldásban rajzteremben.